Kérdőjel van a mondatokban, kérdőn állok, hogy most mi van, nem találom a válaszom. Homályos lett az úton minden, elmosódott a kedvenc filmem, eltévedtem, elhagyom. Szétszórva fekszik a lélek, szép szóra várva alig élek, átjár a kétség is érdek. Hányszor kell még ezt átéljem? Ha egyszer majd elfogy a szó, és eltűnik minden, mi vigaszt hozó, maradjon meg velem ez a kép, mikor a miénk volt a mindenség. De volt egy dalom, még az első lemezen, a gitárokozás lemezen, ahol egy lábdob hangot kerestünk, és egy lábdob hangot úgy vettünk fel a stúdióban a Tamás barátommal, hogy fogtunk egy óriási nagy enciklopédiát. Tudom, ez a szó furcsa mai fiataloknak, enciklopédia. Digitális? Enikőnek semmi közelhez. Egy enciklopédia, egy óriási nagy, akkor mondjuk úgy, en lexikon. Egy óriási, nagy könyv. Egy nagy könyv. Nehéz. Big book. És ahogy ezt becsuktad a felénél, annak volt egy olyan szubtartománya, amit mi lábdobként használtunk. Én ezeket imádom. És amikor én önálló dalokról beszélek, önálló zolakusztika, vagy önálló zolaszóló anyagról beszélek, akkor mindig elmondom azt is, hogy én nagyon bírom az ilyen kreatív megoldásokat. És ez szerintem a popzenében például nincsen ilyen. Tehát lehet beletenni kreatív megoldásokat különböző ilyen panelekből, meg különböző ilyen, meg ilyen digitális cuccokból, amik tök jók tudnak egyébként lenni, de amikor az ember valamit a két kezével, vagy a hülye fejével kitalál valamit, hogy figyelj, csináljunk egy olyan hangot, hogy az ajtót, hogy becsukod, és hogy a kilincs kinyílik, abból csinálunk egy groove-ot. És pont ez a új dalom is ugye nyilván valami erről szól, hogy valamit létrehozni a semmiből, hogy ez valószínűleg bennem van, és ezt így ki kell magamból adni. Ez egy ilyen belső kényszer. Félkész rajzok, két kéz alkot, papíron a képzelt vázlat, ami ránk várhat. Lesz, ami lezárul, lesz egy új fejezet, lesz, ami elhárul, csak fogd a két kezemet. Van, hogy a tegnapból nem marad semmi, van, hogy a nulláról kell elkezdeni. Egyszer elhajózunk délre, mint a költöző madarak, aztán felmegyünk éjszakra bámulni csillagokat. Ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk valamit a semmiből. Majd építünk valamit a semmiből. Nem tudom, kinek van meg a Számkivetett című Robert Zemeckis film, ugye Tom Hanks repülőgépen lezuhan egy szigetre, ott él 5 évet, és ugye van egy jelenetben, amikor ugye rájön arra, hogyan tud tüzet csiholni. Nem tudom, megvan neked a film, a Számkivetett című. Nem emlékszem rá, hogy csinál, ezt dörzsöl valamit? És akkor elkezdi dörzsölni ezt a bizonyos fa ágat, és van egy jelenet, amikor ott már este nagy pálmafákat adnak tűzre, igen. És Tom Hanks ugye eljátsza, hogy hát nyilván neki most valamit sikerült csinálnia egyedül, egy kultúremberként, a tűz mindennapos, gomnyomása ott a tűz, igen. De nekik a szigeten nem volt semmi, és amikor megcsinálják, akkor így mutogatja, hogy én csináltam. Most, hogy mondod, és van benne, a művész emberekben van egy ilyen büszke ego szerintem, hogy na, itt van, ezt én csináltam, olvasd el, hallgasd meg, nézd meg, tapintsd meg, milyen baromi jó. És szerintem ez nem lehet tőlünk, meg a művész emberektől elvenni, hogy ők igenis büszkék akármit csinálnak. És lehet az valakinek még tök gagyi dolog, hogy ezt a pénztárcát most ragasztottam. Hát, elég gagyi. Jobbat veszek a blázában. De ezek az emberek nem érdemlik meg, szerintem, hogy egy művészi értékkel mondjuk gazdagodjanak. Milyen zene jön most? Ez a Leggazdagabb ember című dal, ami 13-ban íródott szerintem. Ez egy alapvetően szentimentális, szerelmes reggeli dal. Azért reggeli, mert a reggelinél írtam a feleségemnek. Ültünk egymással szemben, ő már majdnem ment dolgozni, én meg nem, mert ott írtam. És, az is munka valahol. Az is munka valahol, igen. Sőt, és mire hazajött, kész volt a dal. És akkor leültettem, mondom, figyelj,
amikor reggeliztünk ma, mondom, ott volt valami hülyeség a fejemben, mondtam is neked. Azt mondja, az jó pofa dolog volt, az, mondhatsz több ilyet. Hát mondom, figyelj, most írtam egy dalt ebből. És előadtam neki egy dalt, és mondta, hogy megyek mosogatni. De miért? De viccelek, nem tudom, mit mondom már. Hiába mondom, úgyse hinnéd el, hogy nekem így kócosan tetszel. Festék és színjáték nélkül, ahogy reggelente az ágy össze-vissza gyűr. Én hiába mondom, úgyse hinnéd el, hogy az ízlésemnek a lényegnek felel. Pont így vagy jó, csak te nem látod, de legalább nem vagy olyan, mint azok a lányok, akiket a tükrös profilkép nélkül soha se látok. Ahogy a hajat hordod, ahogy a szád kényezted, ahogy minden egyes végtagod arra késztet, hogy maradjak még, hisz nálad a menedék. Én csóróbb voltam a szegénynél, de a leggazdagabb emberré tettél. Most például rajzfilmeket angol nyelven narrálok. Tessék. Na most nekem van egy ilyen rejtett tehetségem egyébként, amit még nem tudnak az emberek, hogy rengeteg hangon tudok beszélni, és most kitaláltam magamnak, most nem én találtam ki, hanem egy távoli kollégám találta ki, hogy nem próbálod meg ezt? És még mondtam pedig? Neki, hogy nyilván van a british angol, ami egy kicsit ilyen zártabb hangzó, és ugye van az amerikai, ami egy nyávogósabb, nyúlósabb izé. És az, hogy welcome back, this is KWC, now what's rolling in Los Angeles, come on, let's KWC now, what's happening now? És ugye ez az amerikai, de most a BBC, ugye az angol, az meg teljesen más, az meg a spongy boy, sunrix, the hell, she told you, found she fucking ate tubes for the guys, please, mate. És ugye a kettő között van óriási különbség, de most a brittet általában kevesen értik. És én elkezdtem ezt kidolgozni, hogy mi van akkor, hogyha egy rajzfilm figurára is rá lehet tenni különböző akcentusokat. Mondjuk van egy rajzfilm figura, egy öregebb bácsi mondjuk, egy holló, és a hollónak kitaláltam egy ilyen texasi öreg bácsi, aki a kandalló mellett ül a hintaszékében, puskával a kezében, és rágja ugye a szivarvéget, és kapott egy texasi öreg bácsi akcentust. Ki mondjuk azt mondják, hogy well, hello kids, I'm over there, and won't sit down, and I'm going to get it. Ez a tipikus Cartoon Network-ös, de most a kicsi mókus meg teljesen másként beszél, azért mondjuk lehet, hogy beszédhibás is, hogy mindjárt rámegyek el a hangra, hogy someone's makes me hot, and I feel so puddle, and that's the matter what's with you. És hogy ezeket a hangokat kezdtem el óriási össze-vissza pakolgatni, hogy hogyan lehetne egy karakternek kitalálni egy hangot angolul. És egyik mondjuk british angolul beszél, kicsit ilyen, minek hívják ezt, ilyen alsó osztálybéli, ez a how do you show you found you fucking age, please, boy, guys, make that. A másik mondjuk egy kicsit lassabb, mondjuk kapott egy ilyen NSK ex-pornós bajusszal megáldott rajzfilmfigura, meg kapott egy ilyen picit egy ilyen lassabban beszélő ilyen hey, what's the matter? I don't know exactly because oh, I don't remember exactly. Az például így beszél. Ezt most tökre élem, hogy ilyen hangokat kitalálni és felszinkronizálni, narrálni. Az élet egy alkalom, egyetlen percét neked adom, hogy legyen édes itt a légy ott, ami nekünk megadatott, ne siess át. Oh. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene!